Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if... Sziasztok, Imac vagyok, és elérkeztünk a legújabb FIFA videóhoz. És hát igen, eléggé nagyon régen volt. Puskáznom kellett egyrészt abból is, hogy ez a hanyadik rész lesz. De azt is megnéztem akkor már, hogy úgy hány hete volt. Pontosan 2 hete volt, vagyis nem tudom, hogy pontosan 2 hete volt, de 2 hete volt videó, FIFA videó, ezt írja YouTube nekünk. És ez az 5. rész, megjegyeztem. És amit a mai napra terveztem, mert most terveztem, az az, hogy leszimulálunk 2 bajnoki mérkőzést, és meg fogjuk nyerni, reményem szerint, egy BL mérkőzést meg fogunk nyerni, tehát lejátszunk 2 bajnokit, leszimulálunk 2 bajnokit, és lejátszunk 1 bajnokok ligája meccset. Ez lesz a mai videóban, és már el is érkeztünk az első bajnokihoz, úgyhogy szimuláljuk. A duó ellen, nézzük. 4-0, sima győzelem idegenben. Megnézzük a ebben a hónapban kapott jelentéseket a fiatalokról. Nagyon rossz potenciál, nagyon rossz, nagyon rossz. 94-es potenciál, ráadás egy kapus, oké, jöhet. Viszont ti sajnálom elmentek a klubtól. Nézzük a következőt. 77-es potenciál, 92-es, 90-es, 94-es. Új, nagyon fiatal, oké, nagyon jó lesz nekünk. Még ezt a 92-es potenciált is elhozzuk, viszont 90-es és 77-es potenciál már nem jöhet. És nézzük az utolsó jelentést. Új, mennyi van? 92-es potenciál, 94-es potenciál. Őt rögtön leigazoljuk, a 92-est is. Akkor egy 62-es, egy 61-es, egy 72-es, egy 84-es, ők pedig... Ups! Rosszra nyomtam, nem baj, mindjárt elküldjük, ők pedig elmennek. Aki volt ezeknek, rossz volt a potenciál, de véletlenbe raktam. Ő? Nem tudom. Ő. Így. Na, már egyébként majdnem meg vagyunk 11-en, jól láttam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-an vagyunk. Úgyhogy mehetünk a második szimulációhoz, de előtte még edzünk egyet. Hettem. Nem sikerült találni az IEH-nek, a többiek azért egy B-t és C-t tudtak hozni. Nem baj, az IEH majd máskor jobban fog menni. És elérkeztünk a szimuláció napjára, a 14. hely ellen fogunk játszani, úgyhogy mivel közel lesz a bajnokok ligája, valamiért azon a csapattal is voltam az előző bajnokin, nem baj, ezért a B csapattal fogunk játszani. Remélem nem vesztjük el, idegenben vagyunk, most nagyon nem jönne jól ez a vereség, mert az azzal egyenlő pontszámra állunk. Nagyon reménykedem. Jó, 3-1. Sima. Nagyon jó, ne lesz 2 gólt is lőtt, többször ki ne játszottunk, ez igaz. Ezt majd megjegyzem. Na, pontosan ezért pihentettem a játékosokat, ugyanis, hát igen, nagyon fáradtak. Bajnokok ligája szinte teljesen kipihent csapat, még lesz ráadásul 2 napot pihenni. El is jött a bajnokok ligája. Na, akkor még elintézem a dolgokat, amiket kell, és játszhatjuk a mérkőzést. Elintéztem mindent, még egy interjún is jártunk, úgyhogy csapatunk. Bajnokok ligája. Menjünk és várjuk meg a Chelsea-t idegenben. Láttam, hogy írta valaki kommentbe, hogy kapcsoljam ki a kommentátor hangját, úgyhogy kikapcsoljuk. Stadion hangját szerintem egy 5-ös, 4-esre felnyomhatjuk. Hogy elaláztuk a labdát, ezt egyszer, ez jó volt, és micsoda visszasarok. Ott jobb szél megindul, hát nem indul meg, nem laposan kellett volna adni a labdát, és azt hittem, hogy azért indulni fog, de úgy döntött, hogy nem. Semmi probléma, menj máskor. Úgy nagyon fura egy kommentátor rang nélkül. Nekem legalábbis, lehet, hogy nektek jobb, de nekem egyelőre nem. Engem csak
fura, hogy csak a stadiont hallom. Ez egy szép hátradás volt, becsúsztunk, és ez sajnos nem jött össze, hogy elvigyük a labdát, de nem baj, nem baj, nem baj, mert szerencsére rossz volt a lövés, és onnan vített. Én Csezi olyan döntetlen is jó, ő vezeti a csoportot. Úgyhogy akkor a cselekedésében volt része. A játékosunknak is egy gyönyörű gól! Zseniális! Ott is van az első gól, a 30. percben sikerült nekünk ez a vezető találat megszerzése. Rashford, mint az itt is látható, ellugja Courtois keze mellett. Nem a legszebb gólom, de nem baj. Kis gól is gól. Az előtte lévő játék az azért szép volt. Nem kellett volna ennyire visszajelteni, túl gondoltam az egészet. Na, nagyon üres területet akartam kiépíteni, nem tudom, a más lövő játékosnak, és így nagyon túljátszottam az egészet, úgy most is simán be lehetett volna vinni, vagy valami hasonló, de nem szabad túl gondolni, csak szépen egyszerűen terület van, oda menjünk be, nem kell nagyon nagy üres területeket csinálni. Van esély próbálkozni. Lövés. Nem a legjobb, de nem baj. Semmi baj. Majd lesz jönni jobb is. 2 perc ráadás, ez alatt már remélem semmi nem történik. Ja, nem is történt semmi. Úgyhogy a fél időben 1-0 az Ajaxnak. Idegenben vagyunk. Ez eddig nagyon tetszik, megpróbáljuk megtartani az állást, és akkor megint 3 pont a zsebelünk be, ráadásul idegenben. És Szoboszlai följön Foden helyére, a második fél időt ő fogja végigjátszani a cam pozícióba. Jó, szerencsére a Chelsea is előtte. Fú, mekkora játékos a beadás, eljárás, hé, büntető. 11-es, úgy van, sárga lapot kap, lehetett volna jó piros, de nem érdemel, tényleg Emerson egy sárga büntető, és ki fogom hagyni, mert hogy borzasztó az új büntető. Írjátok meg a comment section, hogy ti milyen meggondoljátok az új büntető rugást, mert hogy szerintem katasztrófa az biztos, és el is rontottam az utolsó pillanatban, valamiért vissza rántódott középre, meg nagyon erősen nyomtam meg, és így fölérültem, a régi annyival jobb volt, a nyíl, az erő. Tehát nagyon érzékeny ez a kör. Nem tudom, ennek az érzékenységét lehet állítani. Ezt is meg is nézem. Nem lehet. Ahogy gondoltam, nem lehet. De igen, és tudjátok, hogy lehet, akkor légy szíves, írjátok meg, hogy hogyan. És akkor megpróbálok valahogy állítani rajta, mert az olyan katasztrófa. Nem tudom, hogy csak én vagyok-e így vele, de nekem ez egy katasztrófa. Nem is került bent tartanunk. Jaj, elestünk a labdában. Jaj, nem, az les volt. Mi? Miért nem volt les? Haló? Spori? Na most kíváncsi vagyok, mi az, hogy nem volt les? Na. Igen? De az les volt! Másik szöget! Kérlek, instant replay-be megnézzük gyorsan. Jó, így. Hát, nem tudom. És tényleg hátrébb volt a lába. Kár. Nem baj, ne csüggedjünk. Támadjunk, még van fél óra, és egyébként is azért a döntetlen se rossz idegenben a Chelsea ellen. De jobban örülnék egy győzelemnek. Úgyhogy próbálkozzunk meg, ez mondjuk egy óriási les, igen. Jajajajaj.
Sem baj, menni fog, gyerünk, gyerünk. Jó, ez most nem kelles legyen. Jó, jó, egy beadás. És érkezik. Sajnos kifejelték. Nem baj, menni fog. Ott a bepassz, és a... lövés, de ez nagyon nem jött így össze. Na, nagyon jó, sikerült megint megszereznünk, bent is tartottuk. Jól mennek a passzok is, sokan lettünk ott hirtelen. Utolsó 10 percre lehet, hogy fel fogjuk rakni ultra, vagy attackingra. Jó, kivéve most tudunk lőni egy gólt. Nagyon jó. Nem. Nem nagyon akar ez összejönni, jó? Akkor most felrakjuk. Attackingra. Az a kérdés, hogy ilyenkor megváltozik-e az egész, vagy már beállítottuk egyszer. Nem állítottuk be. Istenem, hogy miért nem állítottuk be? Ki ez az Álvarez? Ez a jobb védőnk. És ő kell, hogy fönt legyen, köszönöm. Így, na, így van ez. Úgy tűnik, még nem állítottuk be teljesen. Így. Ki az elvénk? Ő, jó, jó, jó. Ezt meg be kell tenni, tényleg. Írjátok meg kommentben, hogy ne felejtsem el beállítani, hogy ez legyen mindig. Jó, sikerült felszabadítani, és akkor most kell előre menni 3 perc, ráadás mire végigvezetjük, lejár a 3 perc, úgyhogy és nincs van senki, az ne le, hogy les legyen. Jó, nem les, megy tovább az ember, és ott a másik oldal, nagyon jó, és nem sikerült ellőni, és les is volt. Ó, a francba, semmi baj, így, le is járt, úgy érzem. Igen. Lefújta a mérkőzést 1-1. Idegen van a Chelsea ellen, nem egy rossz dolog. Nézzük meg, hogy állunk a tabellán. A második helyen állunk. Nekünk 4 pontunk van a Chelsea-nek, 5. Mögöttünk lévő Valenciának is 4, csak nekik nullás a gólkülönbségük, nekünk mínusz 1-es. Akkor nem tudom, hogy miért mi vagyunk a másodikok. Lehet, hogy ebben valami más dolog van, nem tudom. Lehet, hogy ez most nem azt szerint nézi. Tehát, hogy Valenciával nagyjából egyelően állunk. És arra vagyok kíváncsi, hogy még mikor játszunk a Valencia ellen. Majd következőre megint a Chelsea ellen játszunk, őket le kell verni, aztán a Lost ellen. De még 3 meccset meg kell nyernünk. Viszont a mai videóra ennyit terveztem. Úgyhogy, ha tetszett, kérlek mindenképpen dobj rá egy lájkot. Ha ismersz, hogy esetleg tetszen, amit csinálok, akkor ne felejtsd el megosztani neki ezt a videót. Találkozunk a következő videóban. Én Marci voltam. Sziasztok! Rántódott középre, meg nagyon erősen nyomtam meg, és így fölérültem a régi, annyival jobb volt a nyíl, az erő. Tehát nagyon érzékeny ez a kör. Nem tudom, hogy ennek az érzékenységét lehet-e állítani.